Néhány nap alatt 11 ittas sofőrrel szemben intézkedtek a Tolna vármegyei rendőrök. Többek között Nagymányokon egy helyi 49 éves férfit ellenőriztek az egyenruhások, aki egyébként quaddal közlekedett. És nem volt vezetésre jogosító képesítése a nagy teljesítményű motorra. Emellett a férfit eltiltották korábban már a járművezetésétől, tehát nem vezethetett volna semmilyen járművet, illetve ittas is volt, amikor megszondáztatták. A férfit előállították, és a bonyhádi rendőrkapitányságon több eljárást is kezdeményeztek vele szemben. A rendőrség szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az ittas vezetés önmagában is nagy baleseti kockázatot jelent. Sajnos Tolna megyében 2022-ben a sérüléses balesetek több mint 13%-a azért következett be, mert a járművezetők ittasak voltak. Emiatt kérünk mindenkit, hogy tartózkodjanak attól, hogy szeszes ital fogyasztását követően volán mögé üljenek. Ne csak a rendőri ellenőrzéstől való félelem tartson bárkit is vissza az ittas vezetéstől, hanem a negatív élmény, ami elkíséri egy életen át, ha egy vétlen közlekedőnek súlyos vagy maradandó sérülést okoz.